Kellemes húsvét ünnepeket kívánok, köszöntöm a Barázda nézőit. A nagy héten végre megeredtek az ég csatornái. Egyes helyeken azonban, mint például Törökkanizsa környékén, péntekig mindössze 4-5 mm-nyi csapadék hullott. Pedig a hét elején az ottani fölművesek is nagyon vártak már az ünnepi esőre, hogy amint mondták, az eddigi munkájuk ne vesszen kárba. Mai műsorunkban bemutatunk egy rábéi családot, ahol a fiatalok is a gazdálkodásban látják a jövőjüket. Ezt követően a bikahizlalásról szólunk, majd egy korszerű permetezőgéppel ismerkedhetnek meg nézőink. Adásunk végén beszámolunk a szlovéniai borászok vajdasági látogatásáról és a Szabadkai Csülök Fesztiválról. A hét elején vajdaság szerte gőzerővel folyt a kukorica és a napraforgó vetése. A törökkanizsai községben forgatásunk időpontjában a munka felénél tartottak. Vidékünkön, mivel elég nagy szárazság uralkodik, így az emberek sokkal korábban kezdték ebben az évben a vetéseket, mint azt az elmúlt években történt, úgyhogy a kalászosok, a tavaszi árpa, a zab, a takarmánynövények közül a lucerna előttek már korán vetve, mivel a tala is száraz volt már februárban, és ki is keltek, kihasználták azt a megfelelő nedvességet. Úgy szintén vidékünkön korábban indult a napraforgó kukorica vetése, cukorrépa vetése, habár van egy kis probléma, a szárazság véget nem tökéletesek a kelések, azonban aki nem vetette el azzal a korai időszakkal, amikor még nedves volt a talaj, most már porba vetnek. És kérdéses, hogy mikor kapunk esőt, majd mikor kell ki. Folyamatban van, tehát körülbelül a fele napraforgó és fele kukorica van elvetve, míg a többi kultúra, amit említettem, az már mind készen van. A tapasztalt agrármérnök megjegyezte, hogy készpénz hiányában sokan halasztott fizetésre szerezték be az újratermelési anyagokat. Mivel pedig az ismeretlen őszi felvásárlási árak mellett a szárazság folytán a hozamok is kiszámíthatatlanok, kétszeresen is nehéz év elé néznek a földművesek. Kedvezőnek tartja viszont, hogy a gazdák hallgattak a szakemberek tanácsára, és a talajban tapasztalható nedvességhiányt figyelembe véve módosítottak a vetés szerkezeten. Kevesebb kukoricát vetnek, ami tudva levő, hogy nem igazán szárazságtűrő, több gabona lett elvetve, több napraforgó lesz elvetve, és egyéb kultúrák felé fordultak, mint például a mustár, és ezeket vetették zömében ezen a tavaszon. A növénytermesztők május 1-től június 30-áig adhatják át a hektáronkénti 6000 dináros területalapú támogatás igénylésére vonatkozó kérelmeiket. Ehhez két azonos módon kitöltött űrlapra lesz szükség, amelyeken a gazdaság bejegyzésekor használt adatoknak kell szerepelnie. Az Agrár Kifizetési Igazgatóság és a Kincstári Hivatal minden bejegyzett gazdasághoz eljuttatta a regisztráció részletes leírását a kódokkal együtt, amelyeket fel kell tüntetni a támogatási kérelmeken. A Mezőgazdasági Minisztérium meghozta azokat a szabályzatokat is, amelyekkel a növénytermesztőknek szánt üzemanyag és műtrágya vásárlási támogatásokat részletezi. A bejegyzett gazdaságoknak a január 1-től november 15-ig tartó időszakban vásárolt üzemanyag és műtrágya után jár a támogatás. A termelők hektáronként 3000 dinár értékű üzemanyag és 3000 dinár műtrágya vásárlási támogatásra számíthatnak. Az üzemanyag esetében literenként 50 dinárt térít meg az állam, a műtrágya esetében pedig kilónként 10 dinárt. Tehát a termelőknek a támogatás teljes összegének elnyeréséhez hektáronként legalább 60 liter üzemanyagot és 300 kg műtrágyát kell vásárolniuk. Az igényléseket és a mellékelt számlákat május 5-től november 20-áig lehet benyújtani. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége felhívást intézett a Mezőgazdasági Minisztériumhoz és Tartományi Mezőgazdasági Titkársághoz, amelyben azok segítségét kéri a tejfelvásárlásban kialakult problémák rendezésében. A tejgyárak ugyanis országos szinten csökkentették a felvásárolt tej mennyiségét, mégpedig olyan módon, hogy a napi 20 liternél kevesebb tejet átadó gazdaságoktól ezentúl nem veszik át az árut. Ezzel az intézkedéssel sok kis családi gazdaság sorsa pecsételődhet meg.
gabonárak továbbra is emelkedőben vannak az újvidéki terménytőzsdén. A héten a búza közel 3,5, míg a kukorica 1,5%-kal megdrágult. Előbbi elérte a 22, utóbbi pedig megközelítette a 18 dinárt. A napraforgó szak 23 dinár 91 parába került. Párizsban szintén árnövekedés volt tapasztalható. A kenyérgabonára kis hián 5, a kukoricái meg 0,5%-kal magasabb lett. Budapesten fordított a helyzet. Ott ugyanis árcsökkenést jegyeztek. A búza 0,71, míg a kukorica 1,2%-kal lett olcsóbb. A világpiacon a kenyérgabona ára némileg növekedett, a kukoricái meg csökkent. Ne hagyja, hogy a gyom megtizedelje a termést. Teljes körű megoldás a kukoricát veszélyeztető széles levelűek irtására. Hatásos és biztos. Kalisztó Syngenta. A legnagyobb szárazságban is magas hozamú hibridek. Ellenállóak és alkalmazkodóak a Syngenta technológia oltalmában. Így a kukoricával nem tévedhet. Syngenta. Angol Bizon motorolaj. Ne hagyja, hogy a gyom megtizedelje a termést. Teljes körű megoldás a kukoricát veszélyeztető széles levelűek irtására. Hatásos és biztos. Kalisztó Syngenta. A legnagyobb szárazságban is magas hozamú hibridek. Ellenállóak és alkalmazkodóak a Syngenta technológia oltalmában. Így a kukoricával nem tévedhet. Syngenta. Rábé mindössze 95 lelket számláló kis település a szerb-magyar-román hármas határnál. Nem könnyű itt az élet, mégis vannak fiatalok, akik vállalják a kihívásokat, és magától értetődőnek tartják, hogy a középiskola befejezése után a családi birtokon folytatják tovább az életüket. Vaséknál már túl voltak az első műszakon, mire mi 2,5 órás utazás után hétfőn 9:30 megérkeztünk Rábéra. A tejszállító ugyanis reggel 6-kor jön a tejért. A család minden nap 4:45 kell, 6:30 már be is fejezik az állatok körüli munkát. Ez a hét még nagy részt munkával fog eltelni, egészen nagy péntekig. A férjem most is kint van a földeken dolgozik, veti a kukoricát, a napraforgót. Neki még van munkája bőven. Mi addig próbálunk itthon helytállni a két fiúval, Edekonnal és Botonddal, mivel vannak jószágok is. Tehát az ünnepre készülődünk, de hát az ünnep nem lesz teljes, mivel az állatokat nem lehet elhanyagolni az ünnepek alatt se. Reggel és este elvégezzük a kinti munkát körülöttük, és napközben majd egy kicsit a család összejön, meglátogatjuk a nagyszülőt, készülődünk, sütegetünk, finomakat főzünk, sonkát, tojást, ami a húsvéttal jár. Van neki valami különleges húsvét szokás, amit ezen tájon? De azt gondolom, hogy olyan nagyon különleges szokás nincs, tehát ami másfelé is, ami a katolikus húsvétnek a része, a sonkafőzés, a tojásfőzés, a tojásfestés. Amikor mise van húsvét napján, akkor elmegyünk a templomba a misét meghallgatni, hétfőn pedig a fiúk természetesen elmennek egy kicsit a faluba is, az ismerőseket meglocsolni, hogy nehogy elhervadjanak a lányok és a hölgyek. Néhány barát minket is meglátogat, pontosabban engem, és ez a hétfői nap mondjuk ezzel szokott eltelni. Ezt a hagyományt még tartjuk a faluban, igaz, hogy nem mint régen fiákerrel, kocsival, csak gyalogosan vagy kerékpárral, de azért a szokás maga az még él. A családfőt napraforgó vetése közben értük utol. Vaséknál a növénytermesztés elsősorban az állatállomány takarmányellátását szolgálja. Van-e még sok vetnivaló? Hát a napraforgót azt fejezzük be, ha minden igaz, nem sokára, és délután pedig elkezdjük a kukoricának a vetését, ami még nálunk mondjuk a hideg földbe elég rizikós elvetni, de hát az idő nem vár.
említett, hogy próbára két parcellába vetétek már silózás a kukoricát, és nem úgy hallod a csíra, hogy szeretnék. Hát a csíra az nagyon, tehát annyira gyatrán indult meg, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz vele. Egyelőre cérnaszál vékony a csírája neki, ami azt mutatja, hogy nem jó termés lesz belőle. És tizedik napja van a földben, még messze-messze nincs, még csak közel se ahhoz, hogy kijöjjön belőle. Tehát a kukoricát ma hétfőn délután kezdik vetni. Befejezik húsvétig, az ünnepekig? Hát most akinek mondjuk rá, hát van több, amit vetünk, de hát tehát nagy mennyiségű silókukoricát azt nem, azt 25-e után szoktam mindig vetni. Tehát góriba való, azt pedig elkezdjük, és akkor ameddig jutunk. Vannak itt többen, akinek vetek, és akkor ameddig jutunk. Állatállományunk is van, mert amennyi földünk nekünk van, a sajnos a megélhetést önmagában nem tudná biztosítani. Ezért mi nagyon régóta teheneket tartunk, hol kevesebbet, hol többet. Most jelenleg 12 tehénnel dolgozunk, de vannak iszőbórjak befolyatva is, és tovább hízlalásra is. Tehát szeretnénk egy kicsit még bővíteni az állományt, amennyit a hely enged, és amennyit ez a föld enged bővíteni. Mivel itt vannak a fiúk, a fiatalabbik fejezi a középiskolát, a nagyobbik már itthon dolgozik, nekik is szükségük van arra, hogy saját jövedelmük legyen, és ehhez elengedhetetlen az, hogy bővítsük az állományt, növeljük a szaporulatot, mert mondom, a föld az magában nem elég, tehát nagyon bizonytalan az, hogy milyen kultúrát vessen az ember, hogy tudja azt értékesíteni. Ez talán még egy olyan forrás a tej, pénz, ami havonta bejön, és egy havi jövedelmet biztosít a családnak, amire mindig lehet számítani. Azt mondta, 30 dinárt kapnak a tejnek a literiért, plusz a prémium. Ennyiért érdemes bővíteni az állományt? Hát kénytelenek vagyunk. Munkahely híján, jobb híján úgymond kénytelenek vagyunk. Szeretnénk, hogyha több lenne a tej fölvásárlási ára, de hát ez sajnos nem rajtunk múlik. Úgy gondolom, hogy más tejgyároknál sem igazán nagyobbak az árak. Egyedül azok kapnak többet, akik saját bazennal rendelkeznek, tehát hűtőberendezésük van. De azzal is elég sok költség jár, tehát amikor az ember a végszámlálást megcsinálja, akkor nem biztos, hogy a több. Viszont mi a Mokrini tejgyárnak visszük a tejet. Az egyetlen egy pozitívum, hogy pontosan fizetnek, tehát az ember mindig tud arra pénzre számítani, és ez a mai világban nagyon-nagyon fontos dolog. A fiúk Botont és Edekon kiskoruk óta segítenek szüleiknek. Ma pedig már a családi gazdaság oszlopos tagjai, akik a jövőjüket is a mezőgazdaságban képzelik el. Mint mondják, nem könnyű a diszkóból hazajövet reggel 4:30-kor lefekvés helyett a fejéshez fogni, de amikor megjön a tejpénz, akkor meglátszik a munka értelme. Jeanette, Botont barátnője sem idegenkedik a házi állatoktól. Én másban nem látom a jövőmet, csak a mezőgazdaságban, azért mert környező vállalkozások azok, ahogy hallom, eléggé megkésnek a fizetésekkel. Itt azért még lehet gazdálkodni. Van, hála az Istennek, miből gazdálkodni. Igaz, hogy nehézkesen, meg nem szeretek azért legkorábban fölkelni a faluba, meg legkésőbb lefeküdni, mert ennek mellett nem lehet mindig pihenni, de ezt is meg kell csinálni. Ebből van a pénz, ebből van a jövedelem, el kell fogadni. Ezek azért hány éves korod óta traktorozol? Hát 4-5 éves korom óta. Egyfolytában úgy mondható. Eléggé megszerettem ezt a munkát azért. Szeretem is csinálni, meg tudom is, hálá jó Istennek. Ebben nőttem fel, úgyhogy reméljük, hogy folytatása is lesz neki. És az iskolában is ezt tanulod? Így van. Hát, vagyis nem, autószerelőnek tanulok, de szerintem itt lehet megtanulni a motor javítást legfőképpen. Hát, a traktorok azok minél öregebbek, annál többet romlanak, annál többet kell őket javítani. Úgyhogy remélem kivitelezni is tudom azt, amit megtanultam eddig az iskolába. Tehát lesz mester a családban? Reméljük. Bízunk benne. Ahogy bővül a család, Vasék úgy igyekeznek növelni a gazdaságot. A tehénállományt részben azért is szeretnék 12-ről 15-re szaporítani, mert ez az alapfeltétel annak, hogy állattenyésztőként előnyjogot nyerjenek az állami földek bérlésénél. Földre természetesen szükség volna, az igények mindig nagyobbak, mindig több földre van az embernek szüksége. Valamikor az én szüleim 12 holdon gazdálkodtak, és egy 3-4 tagú család abból akkor szépen meg tudott élni. Ma már 12 hold földből azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szerényen lehetne csak megélni. Ha mekkora földre lenne szüksége egy családnak? Hát ezt így nehéz bemérni, mert
mint említette, nem igazán kifizetődő maga a tejtermelés sem, de hogyha megnézzük, a többi kultúra sem igazán hoz most jövedelmet, vagy az árával van probléma, vagy az időjárás nem kedvez. Tehát arra mindig számolni kell, hogy valamelyik kultúra nem úgy fog teremni, nem olyan jövedelmet hoz majd, amire a család számít. Tehát valamikor az idősebbek úgymond kalkulációt végeztek évelején, mennyi pénzre lesz az évben szükségük, ahhoz mit tudnak vetni. Ez a világ sajnos rég elmúlt. Tehát nincs az, hogy hány jószágot hízlaljunk, hány sertést tartsunk, mennyi napra forgót vessünk, és hogy az majd milyen jövedelmet hoz. Tehát az embernek, én azt gondolom, egy négy tagú családnak egy 50 hektár földre azt gondolom, hogy szüksége lenne ahhoz, hogy úgy élhessen, hogy nyugodtan tudja álomra hajtani a fejét. Annak ellenére, hogy a falvak lakossága fogyatkozik, a hármas határ mentén is növekszik a termőföld iránti érdeklődés, és ezzel együtt emelkedik annak ára. Egy hektár szántó jelenleg 1500-2000 euróba kerül, ami helyi viszonylatban nagy pénznek számít. Nemrégiben a Begaszentgyörgyi községben járt az Agrárújságírók Egyesületének küldöttsége. Soron következő riportunkban egy bikahizlalással foglalkozó toraki, azaz begatárnoki gazdaságba látogatunk. A toraki szorin családban a marhahizlalásnak már több évtizedes hagyománya van, ami néhány generációra visszamenőleg rendre, apáról fiúra száll. Rása szorin is édesapjától örökölte a hízóbikákhoz való ragaszkodást. S mint mondja, biztos benne, hogy az időnkénti nehézségek ellenére a továbbiakban is kitart mellettük. Ez az ágazat pillanatnyilag is hullámvölgyben van, panaszolja, mivel a kivitel megtorpant, emellett a vágóhidak is többnyire érdektelenek. Mindez pedig természetesen a felvásárlási árak esésével is egyben a hízlalók jövedelmének a csökkenésével jár. Jelenleg 70 növendékmarhát tartok, mind szimentáli fajta. Rendszerint 3-4 havi hizlalás után értékesítem őket, és utána mindjárt újabb borjakat vásárolok lent Szerbiában. A helyzet mostanában igen kedvezőtlen számunkra, elsősorban a piac szervezetlensége miatt. Most is például 12 hízóbika vár vevőre, mivel a vágóhidak pillanatnyilag nem érdekeltek a felvásárlásban, elsősorban azért, mert a kivitel leállt. A takarmány mellett a borjak is igen drágák. 600 euró alatt nem lehet hozzájutni, ezért a kereset is minimális, de nyugodtan mondhatom azt is, hogy pillanatnyilag nem kifizetődő a hízlalás. Rása Szorin szerint ahhoz, hogy ne hiába dolgozzanak, a felvásárlási árnak a jó minőségre való tekintettel 2,30 euró és 2,40 euró kellene, hogy legyen. A viszonteladók vagy a kupecok 2,10 euró meg 2,20 euró is megadnak érte. A vágóhidak azonban legfeljebb 220 dinárt, ami tehát még a 2 eurót sem éri el. Én rendszerint 180-200 kg-os borjakat vásárolok, ami mintegy 650 euróba kerül. Úgyhogy nekem egyedenként végül is még 100 euró sem marad meg. Hol akkor a megoldás? Jó lenne, ha országos szinten megszerveznék a borjak beszerzését, ugyanakkor a felvásárlást is, ha más nem valamilyen állomásokon vagy egyesületeken keresztül, hogy ne tévejegjen és egyezkedjen minden jószágtenyésztő külön-külön a vásárokon vagy más helyeken. Ez esetben aláírnánk egy szerződést, ők meg leszállítanák a borjakat. Akkor mi csak a hizlalásra összpontosíthatnánk, és biztos vagyok benne, hogy ilyen módon tudnánk, hogy miért dolgozunk, míg sokan mások a zavarosban halásznak. A vetéssel párhuzamosan vagy közvetlenül utána a növényvédelem szintén fontos eleme a termesztés technológiának. A permetezőgépek felújítására külön figyelmet illik fordítani a takarékos vegyszerhasználat meg a környezetvédelem érdekében. A barázda folytatásában az említett követelményeknek messze eleget tevő, korszerű permetezőgépet mutatunk be. A január végén Budapesten megrendezett agrárgépsó kiállításon mutatták be a magyarországi gazdáknak a Bertu szántóföldi permetezőgépek új tagját, a Sprinter névre keresztelt 2500 liter tartálytérfogatú vontatott gépet. A 18-20-21-24 méter munkaszélességű, paralelogramma emelésű,
térszerkezetű központi forgócsapos felfüggesztésű kereten jól védett helyen helyezkednek el a rozsdamentes permetlé vezetékek és rajtuk a négy állású fúvókatartók. A Sprinter árfekvésben nem olcsó gép, és elsősorban a néhány száz hektáron gazdálkodók számára készítették. A permetező gép az egy agresszív közegben dolgozik. Nagyon fontos a felületvédelem. Ezek a gépek hőkezelt poliészterlakkal vannak fedve, megfelelő alapozást követően. Másik dolog az, hogy ezeken a gépeken nem lehet találni normál csavarokat, kötőelemeket, hanem minden rozsdamentes anyagból van, szintén appellálva arra, hogy agresszív közegben dolgozik. Egy nagyon nagy munkabírású szivattyú van rajta. Most ha példát keresgélünk, akkor azt mondjuk, hogy egy háromhengeres membrán szivattyú, mit tudom én, 80 ezer forint. Ez a nagy munkabírású dugattyú szivattyú meg mint 300 ezer forintba kerül, de tulajdonképpen megfelelő karbantartás mellett évtizedig ki tudja szolgálni ezt a gépet. A harmadik talán a szórókeret lehet, ami ugye egy nagyon fontos része a permetezőgépnek. Ez egy térszerkezeti szórókeret, több anyag van benne, macerásabb megcsinálni, tehát megvan itt az oka annak, hogy valamivel drágább ez, mint egy síkvázú keretű gép egy egyszerű membrán szivattyúval. A DP-tronik szabályzás, ami ezeken a gépeken van, szintén különbözik az összes többitől, mert ők általában átfolyásmérőt használnak, ami rugalmatlanná teszi a permetlé szabályzást. Bizonyára látta már, hogy korán tavasszal, amikor gyomírtó tevékenységet végeznek, akkor általában a minden második fogás az meg van perzselve. Az odafelé vezető oldal. Azért, mert átfolyás mérésen alapul a permetlé szabályzás, és 10-12 méter eltelik, mire beáll a beállított lémennyiség. Bertunál nyomás alapú a szabályozás, és egy méter múlva már a beállított lémennyiség van a fúvókáknál. Tehát óriási a különbség. Minden olyan dologgal fel van szerelve, amit a környezetvédelmi előírások megkövetelnek tőlünk, tehát technológiai tiszta víztartály, vegyszerbekeverő tartály, minden. De nagyon jó a szórókeret felfüggesztése is, és ebből adódóan nagyon szép a keresztirányú szóráskép, ami meghatározza a permetezés minőségét. A vajdasági és a szlovéniai borászok együttműködésének eredményeként egyedi szőlőoltványokat ültettek el a Karlócai Szőlőnemesítő Intézetben, továbbá a nagybecskereki, a futaki, a magyarkanizsai és a topolyai mezőgazdasági középiskolában. Ez a világ legöregebb szőlőtőkéje. A szlovéniai Mariborban található tő a Guinness Rekordok könyvének hivatalos bejegyzése szerint több mint 400 éves. Ennek a csúcstartó matuzsálemnek a gyökeres oltványát hozták el vajdaságba a maribori Mladovita borrend tagjai. Az a gondolatunk, hogy mind azok, akik kaptak ebből a zoltványból, hogy egyesítsük a borkészítést, és ez is egy olyan visszajelzés lesz, hogy egyesülni kell tehát a borászoknak mindenféleképpen. Itt a kutatóintézetben lenne feldolgozva ez a bor. Hát most itt kell még egy jó pár év, mire elindul teremni ez a zoltvány, mert tudjuk, hogy a bor a szőlőoltvány harmadik évben indul csak termőre, úgyhogy mindenféleképpen ez itt meg fog történni, és utána össze tudjuk hasonlítani a szlovén borokkal, a mi borunkat. Milyen további együttműködésre számítanak a maribori borászokkal? Több ilyen tárgyalásunk volt az elmúlt pár hónapban. Az a szándékunk, hogy egy csapat borász eljusson oda hozzájuk, sőt az ő borász eljönnek ide hozzánk. Azon is gondolkozunk, hogy próbálkozzunk szőlőtelepítéssel Szlovéniába a honosított fajtáinkkal, sőt őnekik is nagyon jó fajtáik vannak, és mindenféleképpen azt is szeretnénk kipróbálni itt Vajdaság területén. Az ültetés a koros szőlőtőkét megillető tisztelet mellett történik. Először szerződést írnak az ajándékozásról, és viaszpecséttel hitelesítik azt. Ezután pezsgőt bontanak, borlovakhoz méltó módon karddal szabadítják ki a nemes italt.
Bravo! Bivše Jugoszlávie, posto... Mint az egykori Jugoszlávia lakosainak, nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk Szerbiában. Remélem, hogy ezzel a szőlőültetéssel új barátságok is gyökeret vernek majd, és hamarosan együtt kóstolhatjuk a borokat, mondja Davorin Slejko, a szlovén Mladovita borásztársaság elnöke. Mariborban idegenforgalmi látványossággá vált az öreg tőke néven ismert növény. Évente körülbelül 40 kiló szőlőt terem, az ebből készített bort a vásárlók nevére címkézett egyedi buté Éliákban 2,5 decis üvegekben árulják. A Zsámetovka vagy Modra Kavnica ősidők óta ismert szlovén borszőlő. Talán a kék oportóhoz hasonlítható, de igazából nem egy kiemelkedő fajta. Értékét a kora, szívossága, a megélt évszázadok adják, mondja Janez nagymester, azaz Janez Rozmán szlovén borász. A vajdaságiak egy helyi hagyománnyal toldották meg az ünnepi eseményt. A sor elejére rózsát ültettek, hogy az érzékeny virág előre jelezze, ha a lisztharmat fenyegeti a szőlőt. A Mangalicatenyésztők Vajdasági Egyesülete immár 6. alkalommal szervezte meg a csülökfesztivált és a hozzá kötődő húsvéti vásárt, amelynek Palics helyett ezúttal Szabadka volt a helyszíne. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Húsvétra vására készülődik? Igen, veszek, skompászt veszek. Itt a legmegfelelőbb az ár. 1160 dinár. A húsfeldolgozók, a kisiparosok és a kézművesek kaptak az alkalmon, bő portékával érkeztek a csülöknapokkal egybe kötött húsvéti kiállításra. Egyértelmű, hogy itt kell, hogy legyünk, annak ellenére, hogy az üzleteink itt vannak Szabadkán és környékén, de az ezek a rendezvények alkalmával fontos, hogy jelen vagyunk. Ezt bevált hagyomány már, hogy a fogyasztóink ezt értékelik, és nem csak az ilyen rendezvények alkalmával, hanem felkeresnek utána az üzleteinkbe is bennünket. Így tudunk csak megmaradni a piacon, ha az itteni hagyományos termékeinket próbáljuk, hogy az itteni fogyasztóink is, úgy mondjam, jó étvágyjal tudják elfogyasztani, és főként az ünnep alkalmával, mikor tudjuk, hogy nagyon lecsökkent a vásárlóerő, akkor legalább minőséges terméket tudjanak fogyasztani. Az érdeklődéssel nincs gond, csak egy kicsit a pénze. Érződik a pénztelenség? Nagyon, sajnos nagyon érződik, de nem csak nálunk, itt a többi kiállító is mondja, hogy évről évre talán rosszabb egy kicsit a forgalom. Mivel hogy csülöknapok vannak, a húsvétra úgymond koncentrálunk, tehát itt a sonkák, különféle húskészítmények. Igen, a csülkök, a kolbász, ez ami most inkább aktuális. De ezen kívül van még nagyon sok minden más termékünk. Ilyenkor kedvezőbbek az árak? Tehát ami most aktuális, maga a sonka, meg a kolbász, ezek igen. 6. alkalommal szervezzük meg a csülöknapok és húsvéti vásárt. Eddig Palicson volt megtartva. Idén úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk Szabadkán, hogy az itteni emberekkel is jobban megismertessük a hagyományos ételeket és a húsvéthez való dolgokat, hogy előállítsuk és bemutassuk nekik. Honnan jöttek részvők? Részvők egész Szerbia szerte jöttek, és Magyarországról. Magyarországról egy chips sütőde jött, ők először vannak itt nálunk, ez újdonságnak számít. Itt vágják a krumplit és sütik, nagyon érdekes. Ennek az első visszajelzése? Pozitívak, elégedettek az eladók is, és a látogatók is, mivel kedvezőbbek az árak, mind az üzletbe, és itt minden megtalálható, ami a húshéthoz kell. Húsvéti jellege is van ennek. Igen. Az egész kiállítás. Érdeklődés van? Van. Az árakat mit tudok az árak? Hát az árak mondjuk a képek 40 eurótól 60 euróig mennek. Olajvászonra vannak a képek. A tojások? A tojások az úgy megy 60 dinártól 350 dinárig az áldások, a házi áldások. Az 6 nyelven írom, és 350 annak darabja. Ezek a fúrottak 300 dinár. Gyöngyösök 250, hát így, mondom, 60-tól megy 350-ig.
Műsorunk végéhez értünk. További meghitt ünneplést kívánok. Viszontlátásra!